Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok srácok! Köszöntök mindenkit a legújabb videóban. Érdekes lesz ez a mai videó, ugyanis kijöttünk egy rét közepére. Nyuszi majd segít nekem fölvenni egy-két ilyen videót a drónról, ugyanis kihoztunk egy DJ Sparkot a laptop szalon támogatásával, amit nagyon-nagyon szépen köszönök nekik, és le fogjuk tesztelni. Az az igazság, hogy sokat gondolkoztam arról, hogy igazából hogyan kellene ezt a drónt a lehető legjobban bemutatni, hiszen egy nagyon-nagyon jó és frankó kis drónról van szó, és nem akartam róla olyan videót csinálni, ami mondjuk talán, hát nem tudom, nem méltó hozzá, vagy nem is tudom, hogy ezt így hogy lehet igazából mondani, és arra az elhatározásra jutottam, hogy igazából egy tök átlagos felhasználó szemmel fogom ezt az egészet megmutatni nektek. Nem igazán szeretném én ezt túl komplikálni, hiszen aki használja, az nem feltétlenül profi, és nem feltétlenül munkára használja, nem lehet mondjuk csak azért, mert éppenséggel kedve van arra, hogy mondjuk megnézzen, nem tudom én, 200 méter magasból egy nem tudom, egy szökőkutat. Szóval a lényeg, hogy igazából megpróbálom minél egyszerűbben elmutogatni nektek, hogy miről is van szó. Tulajdonképpen maga a drón, de majd mindjárt meg is fogom nektek mutatni, 1080p-ben vesz föl, tehát az azt jelenti, hogy HD minőségben tud felvenni, 30 FPS-be, ami azt gondolom, hogy bőven elég ahhoz, hogy profi munkát tudjál csinálni, akár mondjuk a videózáshoz, akár mondjuk egy nyaraláshoz, vagy mondjuk akár, mert te meg akartad mondjuk nézni azt az épületet, tök kristály tisztán. A távolság tekintetében teljesen jó egyébként, nekem a rekordom, már használom körülbelül ilyen 2 hónapja, 200 méter felfele, egyébként beállítás kérdése, nem tudom, hogy meddig megy föl, nem is nagyon akarom kipróbálni, de szeretnék még vele egyébként egy pár videót csinálni. Tehát 200 méterig föl tudtam vele menni, illetve ha jól emlékszem, akkor a távolság 500-600 méternél tovább nem igazán akartam engedni. Egyrészt, hogy víz közelben is volt, másrésztről fák is voltak, stb. Tehát nem akartam bekockáztatni mondjuk azt, hogy félúton mondjuk nem tudom visszahozni a drónt bármi oknál fogva. Na de akkor most megmutatnám egyáltalán, hogy miről van is szó. Tulajdonképpen itt láthatjátok a drónt. Megfogom, megpróbálom úgy mutatni, hogy ez így jó legyen mindenkinek. Tehát gyakorlatilag egy ekkora drónról van szó, tenyérnyi méretű. Elő van ugye egy 3D szenzor, amit majd meg fogok mutatni, hogy mire jó. Ugye vannak alul szenzora, illetve hátul szenzora, ami nagyon-nagyon fontos, és talán nem mondom, hogy egyedi, de azért egy elég proficusnak kell lenni ahhoz, hogy ezek a szenzorok meglegyenek rajta. Tehát igazából nem kell majd attól tartanod, hogy mondjuk a levegőben nekimész valaminek. Van hozzá egy nagyon frankó aksi, ami nekem körülbelül olyan 15-18 percet biztosít folyamatos repülésre. Én mondjuk elég sokat kamerázom is vele, és elég sokat csinálom a felvételt, ez nem tudom, hogy mennyit szed le az aksiából, de általában körülbelül olyan 15 és 17-18 perc között kell változtatnom, vagy váltanom az aksiát. Aminek én nagyon-nagyon örültem, és nem igazán tudtam meghazudtolni saját önmagamat, amikor én elhoztam ezt a drónt, ugye bekalibráltam, ami körülbelül olyan, nem tudom, 5-10 percet vett igénybe, tehát nem volt egy túlságosan nagy dolog. Be kellett állítani, van a telefonon egy DJI applikáció, Androidra is, iPhone-ra is berakod, tök egyszerűen meg kell forgatni, csak így a drónt össze-vissza, ahogy éppen kéri, és gyakorlatilag be is kalibráltad. De visszatérve arra, hogy ez nekem miért is örültem nagyon-nagyon ennek a kelléknek, amit még nem mondtam el nektek, az tulajdonképpen az, hogy kaptok hozzá pót propellert, ez ebben van benne, nem tudom, most ki tudom-e szedni, de kiszedem, itt láthatjátok. Úgyhogy vannak benne pótpropellerek, ami azért is volt nagyon-nagyon jó, mert amikor nem kapcsoltam be ezeket a szenzorokat, mert csak így mentem, meg nem is nagyon állítottam be, hanem csak bekapcsoltam sportmódba, és Ájusó azt mondta, hogy tudjátok, majd megnézzük, hogy mennyit megy a drón, és elindultam egyenesen, aztán rájöttem, hogy a sebesség után mondjuk meg is kéne állni, na izomból nekivágtam egy fának egyébként, le is tört két darab propellerét, szóval így indult az én drónos karrierem, úgyhogy erre nagyon-nagyon figyeljetek oda, hogy mindent állítsatok be a drón előtt, és lehetőleg ne sportmódba kezdjétek el használni. Összességében egyébként egy nagyon frankó drónról beszélünk. Van hozzá nekem egy remote kontrollerem, ami tulajdonképpen ugye arra jó, hogy alapvetően tudod telefonról is állítani, illetve irányítani, és tudod erről a remote kontrollerről is. Én a kettőt együtt szoktam használni, szóval fogod, van ez a remote kontroller, kihúzod, és ebbe fogod betenni a telefont. És amikor betetted a telefont, ugye összekalibráltad a kontrollert, a telefont és a drónt, abban az esetben ugye neked itt megjelenik a kép, majd fogom mutatni, és indulhat a felszállás. Úgyhogy szerintem nem is szaporítom a szót, nézzük meg, hogy miket tud a drón. I'm lost and I can't find.
ami nagyon-nagyon durva ebben az egészben, nem tudom, hogy mennyit fogtok ebből hallani, srácok, mert eléggé hangos a drón, az tulajdonképpen egy ilyen gesztikulálás szerint fut, ami azt jelenti, hogy kézmozdulatokkal tudjátok irányítani a drónt, megpróbálom nektek megmutatni. Fogjátok, és oda tartjátok a kezeteket, beáll rá a drón, és onnantól kezdve, figyeld, elhúzom jobbra a kezem, elhúzom balra, és emléltek, nem tudom, de ha alá teszem a kezem, akkor elvileg oda fog szállni, vagy valami hasonló. Megnézzük. És leszállt a kezemre. Ezt mondjuk most csináltam először, ezt tetszett. Most lehet, hogy öngyilkosságot fogunk csinálni, de megpróbálom magamra vezetni a drónt. Megnézzük, hogy nekem fog-e jönni. Úgyhogy én most elkezdem nyomni. De most nyomom, várjatok. Nyomom. És megáll. Tehát gyakorlatilag nem tud elméletileg nekünk jönni, illetve nem tudjátok neki vezetni a fának, amit mondtam, mert megáll a drón. Remélem, hogy élveztétek ezt a kis bemutatót. Nekem nagyon tetszik ez a drón egyébként, mint mondtam, ugye már használom egy ideje, és remélhetőleg még használni is fogom egyébként jó sokáig, nem fogom valamerre elreptetni. Szóval alapvetőleg nem olyan nehéz, sokan félnek attól például, hogy majd valamerre el fogják reptetni, és a büdös életbe többet nem fogják visszahozni. Nem kell ettől félni, srácok. Igazából, hogyha megfelelően be van kalibrálva a drón, akkor figyel ezekre a dolgokra, nem fog elmenni olyan helyekre. Nekem például csomószor volt már olyan, hogy mit tudom én, elment a jel, mert mondjuk ilyen barlak környékén, vagy valahol voltam, ahol mondjuk nehezebb a jel átvitel. Nem kell parázni, mert ha a telefonon nem is látod a képet, és mondjuk a GPS-nél el is veszti, és azt mutatja a telefon, hogy elvesztetted a jelet, a remote controllerrel baromi gyorsan és baromi egyszerűen tudod kezelni. Úgyhogy mindenféleképpen azt ajánlom, hogy az a minimum egyébként, hogy vesztek hozzá egy remote controllert, hogyha profiban szeretnétek egyrésztről kezelni a drónt, másrésztről profi videókat szeretnétek használni, harmadrésztről meg ugye telefonnál. Sokkal kevesebb a hatótávolság, ahol tudod irányítani, a remote controllerrel meg azt hiszem még bőven-bőven egy kilométer után is fogod tudni. Úgyhogy mindenféleképpen a biztonság kedvéért azt ajánlom, hogy vegyetek hozzá egy külső távirányítót és azzal használjátok. Hát remélem, hogy jól éreztétek magatokat, remélem, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, dobj egy követést az Instagramra, és lent a videónak a leírásában megtaláljátok eznek a drónnak a leírását, illetve meg is tudjátok vásárolni. Ha jól tudom, akkor most a Laptop Szalonnál elég akciós is. Úgyhogy sok sikert hozzá, srácok, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok a drónjaitokra is. Sziasztok! Hello! Sziasztok!